Hamarosan ismételten lezárul a 4, 6 vagy adott esetben 8 év Székesfehérvár végzős osztályfőnökeinek életében, amit a városban két dallam, a Gaudeamus Igitur és a Sárospataki diákdal jelez. E két dallam a város órajátékának hangjain csendül fel, az erre az alkalomra készített ballagási figura kíséretében. A búcsúzó pedagógusokat a város polgármestere is köszöntette a Kossuth udvarban. Nagyon kedves gesztusnak tartják ezt az osztályfőnökök, ezért aztán évről évre megismételjük, és most már igazi hagyományjá vált, és mindig itt az órajátéknál, hiszen Kovács Jenő bácsinak köszönhetően ilyenkor májusban a diákok veszik át a diák és tanár figurák a történelmi figurák helyét, és a zenék, a muzsika szó is a diákokhoz, az érettségihez, a ballagáshoz kapcsolódik, és Kovács Andrásnak, Jenő bácsi fiának köszönhetően pedig ezt a hagyományt itt az órajátéknál folytatni tudtuk az idei esztendőben is. A mostani évben mintegy 1200 diák ballag el iskolájából. A hétfő délután szervezett ünnepélyes eseményen a versünnep második helyezettje Szabó Gergő adta elő Szabó Lőrinc Májusi Éjszaka című versét, majd Bódis Boróka Ajsa, a Vasvári Pál gimnázium tanulója és a versünnep külön díjasa köszöntötte a tanárokat. Berta Anna Mária, a Ciszterci Szent István gimnázium pedagógusa elmondta, bár nehéz számukra elengedni a diákok kezét, ez egy természetes folyamat, és a közös élmények megmaradnak örök emlékként a tanárok és a tanítványaik számára. Hihetetlen, hogy következő időszakban már nem kell állandóan ott arra figyelnem, hogy be vannak-e írva, vagy megjöttek-e, hogy van fölöltözve a gyermek, ott legyen, meglegyen, jó jegye legyen, de nagyon sok öröm és nagyon sok munka. Az ünnepség a Kossuth Lajos általános iskola énekkarának előadásával, majd az osztályfőnökök és igazgatók megajándékozásával fejeződött be.